Teljes teltházzal kezdi meg az új oktatási évet a Bátaszéki óvoda és Bölcsöde. A tavalyi esztendő végén 62 kisgyerek hagyta el az intézményt és kezdte meg iskolai tanulmányait, és ugyanennyien lépnek be idén az óvoda kapuján először. Simon Csabáni intézményvezető azt mondja, bár szeretnék végigvinni az évet, fel vannak készülve az esetleges járványveszély kezelésére is. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben felkészültünk, felkészültünk a gyerekek fogadására, felkészültünk az esetleges vírushelyzet hozta változásokra, felkészültünk a szakmai munkánk tekintetében. A szakmai munka színvonalának szinten tartása érdekében számos továbbképzés zajlik majd az intézmény falain belül, olyan programok is, melyek országosan is ismertek, de idén bátaszék lesz a képzés helyszíne. Az óvoda mellett a bölcsöde is 24 fővel házzal üzemel ebben az évben. Az évnyitóra elkészül majd az a beruházás is, mely biztonságosabbá teszi a teraszokat a nyár folyamán, ezeket a felújítási munkákat is elvégezték az óvodában. Az intézményvezető azt mondja, a napi oktatási feladatok mellett számos külön foglalkozás is zajlik majd, amit a gyerekek és a szülők is szívesen vesznek. Ezek a foglalkozások részei az intézmény tehetséggondozó programjának.